A könyvek iránti szeretetem egészen kiskoromig nyúlik vissza. Minden este bemásztam anya mellé, és kértem, hogy meséljen az adott könyvből, amit éppen olvasott. És egyik este egy fekete-fehér képekkel borított könyv volt a kezében, Hanna Bőröngye címmel. Rögtön megkértem, hogy anya, olvas ebből is, de ő ettől óckodott, és azt mondta, hogy majd, ha egy kicsit idősebb leszek. Én már akkor is nagyon kitartó voltam, és egészen sokáig kérleltem, hogy igenis olvassam belőle, és egy hét múlva sikerült rávennem, hogy felolvassam. Ekkor találkoztam először a zsidó kérdéssel, illetve a zsidósággal. Egy kislánynak a deportálásáról szól, és a Bőröngyét később megtalálták, és ez egy amerikai múzeumban van jelenleg. Ötször is elolvastam azóta. Anya, ahogy mondtam, nagyon nyitott volt, apukám már kevésbé. 5 éves voltam, amikor elváltak, és mindig is elég különböző nézeteik voltak. Ahogy ugyanúgy a világon, így a zsidó kérdésben is különbözött a véleményük. Apa minden negatív véleményének hangot adott. Benne szinte csak negatív vélemény volt a zsidókkal kapcsolatban. Mindig azt mondta, hogy az első munkahelyen annyi atrocitás érte az általa zsidóknak hitt emberektől, hogy ő egyszerűen nem kedveli őket. Aztán megszületett az első kisöcsém a második házasságából, és apa ekkor sem fogta vissza magát, és mindig is negatív jelzőként használta azt, hogy zsidó. Ugyanúgy az öcsém előtt, ahogy előttem is, engem ez nagyon zavart. Úgyhogy rengeteg vitánk volt erről apukámmal, rengetegszer összevesztünk édesapámmal ezen. Aztán egy évben megszületett a második kisöcsém. Aztán a nagyobbik öcsémnek is felmerültek kérdései, ahogy nekem is, amikor akkora voltam, mint ő. És kíváncsi lett. És apa, még mindig nem mondom azt, hogy olyan nyitott lenne, mint akkoriban anyukám volt, de most már azért válaszolgat neki. És ez számomra nagyon jó, mert látom magamat benne, és látom azt, hogy nem veszett el, mert én nagyon féltem attól, hogy apában ez a nagyon erős ellenszem, ez át fog rakódni az öcsémre, és nagyon örülök neki, hogy nem így.